Sziasztok! Nagyon örültem a felkérésnek, hogy egy könyvajánlót készíthetek el nektek, amivel talán ezeket az otthon töltött napokat egy kicsit könnyebben át tudjuk vészelni. A könyvek mellett egyébként még ajánlom a filmeket, a sorozatokat, amik biztos mindenkinek van egy filmes bakancs listája, na hát azokat szerintem most bőven ki lehet végezni. Sokat gondolkoztam, hogy melyik könyvet ajánljam. Elsőként a Harry Potter könyvsorozat jutott eszembe, ami az én egyik legnagyobb kedvencem, de szerintem azt nem tudtam volna ilyen rövid videóban bemutatni, illetve ajánlani, úgyhogy amit választottam, az Delia Owens, ahol a folyami rákok énekelnek című regénye. Ez a regény egy kislányról szól, aki egy észak-karolinai kis lápon él egyedül. Ugyanis a szülei és a testvérei is 5-6 éves korában magára hagyták. Ergo ő ott maradt tök egyedül, és a saját életét, a saját ellátását kellett teljesen egyedül véghez vinnie, úgyhogy a kislány írástudatlan, olvasni sem tudott. Ebben a könyvben végig kísérhetjük az egész életét, ami varázslatos. Az írónőről azt érdemes tudni, hogy biológus eredetileg. Tehát a lápi környezetet, az ott élő növényvilágot és állatvilágot nagyon szemléletesen és nagyon gyönyörűen írja le. Tehát miközben olvasod a könyvet, nehéz nem oda képzelni magadat ebbe a festői környezetbe egyébként. És amit még kiemelnék ezzel kapcsolatban, hogy nagyon-nagyon sok műfaj keveredik benne. Ettől izgalmas, mert szerelmi regénynek is mondhatnám kriminek, mert gyilkosságról is van szó benne, mert két szálon fut a történet, ami szépen lassan összeér. Úgyhogy boldogan ajánlom nektek ezt a könyvet, mert nekem nagyon-nagyon szép perceket szerzett. Szeretném még javasolni tényleg, amit az előbb mondtam, hogy nézzetek filmeket, nézzetek sorozatokat, zenéljetek, énekeljetek, és tegyétek magatoknak szebbé ezeket a napokat.